Csáskatok! Hát ez most egy ilyen segítségnyújtó vidi lesz. Már egy jobb páron megkerestek ezzel, hogy hogy is működik ez a az az ID alapján történő top-up meg diamond feltöltés. És akkor tegnap megígértem, hogy megcsinálom ezt a videót, mert ugye ezzel remélem, hogy igazából csökkenni fognak az akkunt lopások. Mert ugye nem kell leadni az akkot, elég egy ID, és akkor ID alapján tudtok a másiknak a diát tölteni, vagy akár magatoknak is. Na, akkor nézzük is, hogy akkor ez hogy működik. Ugye itt van simán a Google cuccos. Itt van, hogy bejátok, hogy Free Fire Diamond MTC. Fontos dolog, hogy ne itt elsőnek erre menjetek rá, ne a képekre. Ez csak egy ilyen útmutató, ami hogy merre. Ugye itt van ez. Na, csak úgy ezt az oldalt fogja beadni nektek az oldal, és akkor itt ki is igazából nektek, hogy a telefonon majd legörgettek, akkor ki is fogja adni itt, hogy hát a telefon itt legalul lesz, ugye van ajándékkártya, feltöltés, itt van, itt is akkor itt van legalul, van PUBG mobil legend, és itt van, hogy Free Fire, Garena gyémánt töltés. Na, és akkor, amint látjátok, ugye itt általában az ár az mindig változik, attól függetlenül, hogy most a dollár árfolyam az fent vagy lent van. Ugye ez nem mindig ugyanannyi összeg. Na és akkor igazából erre azt kell tudni, hogy ugyanúgy beleszámolja a topába, ugye ezt a feltöltést, ugyanúgy, mint hogyha a játékon keresztül megvennéd a diát, ugyanúgy beleszámolja, de csak az első részét. És itt van az 530-as, és ugye, hogyha ezen az oldalon keresztül töltesz, akkor ugye kapsz még plusz 10%-ot, ugye az 53 diát. Szóval, hogy ezzel töltesz, akkor kapsz pluszba 108-at, és akkor szinte 1200 diád lesz. 3440 forintból. Na most akkor csak nyomjunk egyet próbaképpen. Mondjuk egyet 30-as. Na, ugye itt van. Ugye akkor majd ki is adja, hogy ez mennyibe fog kerülni. Itt van az én ID-m. Ugye beírjátok az ID-t, lehet ez a sajátotoké, lehet ez az ismerősötöké, vagy éppen akárki. Ott van, hogy kosárba helyez. Jó, ugye itt be kell írni az izét, az e-mail címet. Most az én e-mail címem az ez. Jó, ugye elolvastuk a feltételeket, ugye egy ilyen csomagot választunk. Itt van, hogy tovább a fizetéshez. Na és akkor itt ki lehet választani, hogy mivel akarsz fizetni. Lehet Google Pay-je, Apple Skrill, Union Pay, Visa, Mastercard Express, egy banki átutalás, kriptó, ugye már kriptóval is. Úgyhogy még itt van az e-pénztárca. Na. Jó. Na, ugye, itt van, megadjuk, hát igazából itt igazából a rossz, vagy nem is tudom, hogy mondjam, hát rossz, hogy itt ilyen telefon, azt felejtsétek el. Telefonfeltöltés az nincs. Hogy telefonkártyáról, itt csak bankkártya. Az a minimum. Hogy akkor ott kiválasztátok a cuccost. Akinek van kriptója, azzal is egész nyugodtan lehet itten okoskodni vele, de ugye
egyszerűbb a bankkártya, meg általában mindenkinek ott az van, beírjátok ide az e-mail címet. Ugye tovább, és akkor átirányít erre a fizető oldalra. És akkor itt, hát én most, hogyha erre rányomok, akkor nekem fullon beírja a kártya adataimat. De ezt nem fogom megcsinálni, mert igazából ugye ez már bizalmas információ. És akkor itt is újra beírjátok az e-mail címeteket, beírjátok a bankkártyátokat, ugye, hogy meddig érvényes, a hátsó CVC kód, ugye a kártyán szereplő nevetek, Magyarország. És hogyha utána nektek ez beválik, akkor itt alól ezt be tudjátok itten pipálni. És akkor legközelebb ugye csak egy kattintásos vásárlás, és akkor ezt nem kell nektek újra végigjátszani, hanem automatikusan el fogja menteni az oldal, és akkor egy kattintással az a bizonyos diamondot, amit szeretnél vásárolni, ugye azt meg tudod venni igazából egyszerűsítve. Jó, és akkor ezt szépen egy kitöltitek, és akkor ott van, hogy fizetés, akkor is átirányít egy másik oldalra, ahol ki fogja írni, hogy sikeres fizetés. És akkor igazából ennyi. És akkor ugye itt látjátok az összeget. Hogy ennyibe fog kerülni, és akkor ezért kaptok összesen 530 plusz, ugye 10% ajándék, ugye az 53, akkor összesen 580 3 diát kaptok. Igazából most a dollár fent van, de igazából ez nem ennyi szokott lenni. Ez ilyen 1500-600 forint szokott lenni, most fent van a dollárnak az ára, de még így is fent van, még így is sokkal jobban járunk, mert ugye az 500-as, az is most nem akarok hülyeséget mondani, 1790. Úgy valahogy, és akkor ugye ott is kapsz, ott csak 520-at kapsz, itt már 580-at kapsz, ugyanazért a pénzért szinte. Jó, hát a 2000-esnél ugye még jobb, ott megér, még jobban, úgy ott 6000 forint. De igazából majd kiteszteljétek, hogy nektek melyik válik be. Igazából ezt azért mondtam, hogy az akkunt, az, hogy most, most sorsolok, meg ugye ezekben vannak a nagy akkuntlopások. Úgyhogy most sorsolok diát, ad le az akkod, veszek bele diát, hát igazából, hogyha van bankkártya, akkor most már nem kell itt egymásnak ráadogatni az akkot, ott az ID, hogyha ezen keresztül nem, akkor már a bubukott a dolog. Úgyhogy ennyi. Nem csalázok, ez így most így ennyi lett volna ez a vidi. Remélem azért valamennyire segítettem vele. Én másnak is, úgymond, hogy éppen segítünk egymásnak, ugye. Vagy éppen magamnak, én magamnak itt is, itt nagyon max akkor, hogyha ilyen 100 diákról van szó, de hogyha én például ilyen nagyobbat vásolok, akkor azt azon az oldalon keresztül teszem meg én is, ugye a saját ID-m alapján. És még annyi, hogy ha valaki ezt végigviszi, megcsinálja, és fellép, és nem lesz ott a dia, az ne jegyen meg, mert van egy bizonyos átfutási ideje, az azt jelenti, hogy 15-20 perc múlva fog megjelenni az akkuntotokba. Nem kell ez jönni, hogy most megcsináltam, szóval úristen, hogy ez nem jó, mert hogy nincs rajta, nem van egy átfutásos idő, addig menjél egy ranked meccset, vagy menjél egy classquadot, jó lehet, hogy egy classquad az 10 perc, hogyha gyorsan vége van, de 20 perc alatt általában mindig meg szokott érkezni. Nálam sose volt olyan, hogy nem jött meg, pedig már jó ideje használom azt az oldalt, én meg vagyok velük elégedve, nem von le több pénzt, nem csinál semmit, igazából tök korrekt az oldal, én meg vagyok vele elégedve. És aztán én merem ajánlani így mindenkinek, hát ebből is kevesebb akkuntlopás lesz, meg cserebere, meg ez az amaz. Jó, okos srácok. Köszönöm, hogy megnéztetek a videót. Remélem sokat segítettem vele, ha tetszett, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és majd talizunk. Pacsi!